Tehát, hogy ott alszol az utcán, és még utána vársz, hogy megkapasd azt a jogot, hogy megvess egy cipőt 100 000-ért. Például most itt van ez a cipő, ez 2 000 000 forint. Hol éltem én eddig? Igen, hol éltem eddig? Legtöbbször talán ez a kérdés jutott eszembe ennek a videónak a forgatásakor, és biztos lesznek sokan, akikben hasonló gondolatok ébrednek, miközben nézik. Pár hónapja keresett meg Pahert Balázs azzal, hogy megnyitotta első cipőboltját, és hogy szerinte ez megérne egy videót. Alig 19 évesen saját cipőboltot nyitni valóban elismerésre méltó dolog, de ez így önmagában még nem feltétlen vitte volna át az inger küszöböt, amikor viszont elküldte a képet és a videókat arról, hogy az üzlet megnyitóján, annak ellenére, hogy a cipők olykor több 100 000 forintba kerülnek, hosszú sor alakult ki, elkezdett foglalkoztatni, hogy mi ez az egész. Számítottál-e? Arra számítottam, hogy valamennyien lesznek, de hogy hát ennyire biztos lennem. Már 2 órával a nyitás előtt jöttem szüleimmel, és már akkor, hát így nem tudom, mondjuk egy ilyen 50 méteres sor állt. Jöttél, hogy bocsi, nyitok, ennyi az üzlet? Igen, és ahogy haladt az idő, egyre többen lettek, és aztán vonta a sorból, hogy volt, aki Szlovákiából jött el. Olyan sztorit elkezdett itt terjedni, hogy csődbe ment ez a bolt, és hogy itt iszonyat nagy leértékelés van, de aztán megmondtuk az embereknek, hogy ez most pont ma nyitott. Az üzletet, ahol tehát egyedi kis szériás cipőket árul, a februári megnyitó óta Balázs lényegében kinőtte, de lassan az a ház is egy hatalmas raktárrá változik, ahol a szüleivel él, mint látszik, lényegében minden szabad négyzetcentiméteren rakatban állnak a cipős dobozok. Biztos vannak sokan, akik már ezen a ponton azt mondják, ez az egész egy agyrém. Ugyanakkor, ha az egyedi karóráknak, az oldtimer autóknak, vagy éppen a ritka hanglemezeknek vannak bármekkora összeget kifizetni hajlandó fanatikusai, akkor miért éppen az egyedi cipők világa lenne kivétel? És attól, hogy nem foglalkozunk vele, ez a világ létezik, ráadásul itt ez most tényleg csak az egyik oldal, legalább ilyen érdekes, hogyan jut el valaki 19 éves korára addig, hogy saját márkás, saját üzletet épít? Mi kell ehhez? Csupán kitartás, vagy szerencse? Vagy ma már elég egy jó marketinges véna? És honnan a kezdőtőke? Csak most nem tudok beszélni, hívlak, jó? Az üzletben még visszatérünk, de most irány a suli, hisz Balázs lényegében még iskolás, most ballagott és az érettségi közben van. Kértem, hogy jöjjön valami extra cipőben, nem aprózta el, egy 2 000 000 csukát húzott a lábára. Ez a cipő amúgy egy Nike és Off-White. Off-White az egy designer márka, pont most állt meg a tervezője, Virgil Abloh, és ő összeállt, kollaborált a Nike-val, és közösen kiadtak cipőket, és iszonyat limitált volt, és amikor megjelent, egyből elkelt, és utána hát igazából az egekbe szökött az ára, és ahogy telik az idő, egyre is följebb megy, és meghalt most ugye Virgil Abloh, a tervezője, és amióta meghalt, így megy fel az ára. Suliban mióta csinált, hagyjuk a skorodóta? 9. 9 éves korodóta? Igen. És igen, igen. Meg a sulit együtt? Igen, és idén jöttem át ebbe az iskolába. Igazából az előző iskolámmal nem tudtam nagyon összeegyeztetni ezt az egész dolgot, és ez az iskola azért jó, egyrészt nagyon szerettem, hiszen kedvesek, rendesek a tanárok, illetve az időbeosztás nagyon jó olyan szempontból, hogy 8:30-kor kezdődik, és legkésőbb 1:10-kor már végig. Már üzletem. Ja, és akkor egykor nyit a bolt, és akkor megyek át. És akkor itt a suliban mit szóltak hozzá? Délelőtt suliba vagy, délután meg az üzletbe. Hát igazából ezt az egészet így a tanárok az év vége felé tudták meg, mert én mondom, én csak idéntől jártam ide. Ha előtte, akkor gondolom az előző suliba. Igen, igen, de ott még nem volt bolt. Tehát ott még, de ott is látták, hogy mindig ilyen óriási cipős szatyrokkal megyek, de itt, tehát itt nyílt meg suli közben a bolt, és akkor tudták meg így a tanárok. Maga a bolt az február 26-án nyílt, tehát ma az is egészen év vége felé van. És ja, és akkor a tanárok így mindig kérdezték, hogy olvassátok ennyire, miért vannak nálam cipők. De ez tök érdekes, de ők aztán szerintem abszolút nem értették, mi az egész, nem? Tehát ez a, nem. Ez a cipőkkel jössz, mész, és ezért fizetnek ezt egy csomó pénzt, hogy megörülnek emberek a cipőkkel. Igazából azt kell tudni, hogy ez az egész cipős kultúra, ez a sneaker, streetwear kultúra, ez iszonyat nagy piac, és nagyon, nagyon erős közösség van. Én láttam már, hogy ott folyamatosan van, aki ott alszik a bolt előtt cipőt. Jó, te láttad, hogy ez valami pörög valami. Igen, és akkor én engem ez így elkezdett érdekelni, és akkor egyszer ki is mentem. Ki is, igen, ki is sorsoltak, meg is vettem. Már azt is, hogy vehetsz, azt is sorsoltak.
azt is vásárlási jogosorsanak, tehát ez is már szerintem elég kemény. És az első cipődet mennyire vettem? Az első cipőt 95 ezerért vettem. És ez milyen cipő volt? Ez egy Adidas Yeezy Boost 350 Blue Tint. Ez az Adidas és Kanye West, ez egy nagyon híres amerikai rapper kollaborációjából született. Ez úgy volt 95 ezerem, hogy én tényleg nagyon takarékos vagyok, és mindig évek során kaptam nagymamámtól pénzt, balagásra, húsvétre, karácsonyra, és mindig félretettem, és hát ebbe fektettem bele minden pénzem. Első cipő mennyit kerestél? 0 forint. Oda kell adnom a szomszédomnak. Egyszerűen senki nem vette fel, árultam ilyen csoportokba, marketplace, stb. Egy ember nem írt, és akkor... De hogy lehet? Hát azt mondtad, hogy ez tök híres meg ilyen cipő. Hát igen, csak maga ez a bolt Magyarországon monopól helyzetben volt, csak ők árultak ilyen cipőt, és ezért sokkal drágábban adták, mint mondjuk Amerikába, vagy Európa különböző országaiba, a boltok, ahol több bolt is volt. Nem megtehették. Igen, hát igen, mert nem volt senki más. 70 ezerért jött ki, itt 95 ezerért, és nagyjából ennyi volt a profit, és konkrétan amikor kijött, ugyanannyiba ment, mint amennyiben én megvettem, és nyilván aki külföldről vette, az 95-ben el tudta adni, mivel ott még csak 70-ért jött ki. De utána tényleg pitbull vagyok, tehát ha valamire így rákattanok, azt 0-24-ben azt csinálom, tehát tényleg nem nagy képességből, de óriási kitartásom és alázatom van ilyen maga ehhez a dologhoz. És tényleg 0-24 ezt csinálom. Hívogatnak, még van, hogy éjszaka is. Most például, most ugye jöttem suliba, de hogy még hajnal 2-kor rendeléseket csomagoltam. Tehát, hogy... Kezdetben a jól ismert adok-veszek oldalakon árulta az akkor még kizárólag használtan vett cipőket, illetve azért, hogy minél többen megismerjék, vásárokra járt. Az igazi áttörést az jelentette, amikor 2021-ben megnyílt a webshopja, volt olyan nap, amikor itt már több mint 100 cipő ment el. A marketing vetületekre később még visszatérünk, de az indulás az fontos adalék, hogy már az első vásárokon is saját név, vagy ha úgy tetszik saját brand alatt árult, ezt a saját márkás építkezést aztán a közösségi felületeken járatta maximumra, Instagramon és TikTokon ma már több mint 130 ezeren követik. És én mondtam, hogy hozzá magaddal dolgozol egy laptopot, és akkor majd ott nézzük, hogy hogyan dolgozol, és akkor mondtad, hogy szívesen hozol, de igazából nem kell laptop. Tehát, nem. Én mindent telefonon intézek, itt vannak az Excel tábláim, a különféle közösségi platformok, ahol beszélek emberekkel. Tehát, hogy én külön laptopot nem használok, minden a telefonon van. Akár óra közben is nyomod, ha... Hát persze, hát azért is használom a telefont, hogy óra közben ne lássák a laptopot. És volt, ahogy mondtad, hogy azért mondtak, hogy beástad már, és akkor mondtad, hogy bocsi, de meg kell vennem ezt a időt. Nem, azért tisztelettudó vagyok, de lehet volt úgy, hogy nem vették észre. Igazából két fajta van, ahogy én veszek, vagy úgy, hogy rám írnak WhatsAppon, különböző médiaportálok, vagy közösségi felületeken, a másik pedig, hogy képzeld el, hogy vannak programok írva, robotok írva, hogy megvan, hogy megjelenik egy bizonyos nap egy cipő, és programok le vannak fejlesztve, hogy rohadt gyorsan megvegy az összeset. És én ismerek ilyen srácokat, és ők már egyből nekem rendelik be. Tehát te megadod a paramétereket, hogy... Aha, hogy miből mennyi. Miből mennyi. Igen. Ki vagy be csöngetés van? Be. De neked most nincs órád már. Nem, nincs. Minden, hogyha végzek suliba, megyek át a boltba, az egykor nyit, megnézem, hogy minden rendben van-e, segítek ott a srácoknak, aztán ja, és azért is járok villamossal, mert egyrészt így tényleg sokkal gyorsabb, könnyebben eljutok mindenhova. Akkor régen ez volt az üzlet végül is. Hát itt értelemben mondhatjuk, igen. Itt álltam óriás szatyrokkal, táskákkal, és akkor jöttek srácok. Mondjuk jövök ide, hogy szia, te vagy Balázs? Aha. És akkor jöttem a cipőjét. Küldtem egy képet, hogy itt állok, akkor ők beazonosították, hogy ja, ez az a pontja a Szélkámántérnek, és akkor jöttek ide. Ja, akkor itt a pénz, itt az üzlet. Ja, számolás, akkor odaadtam. És végül is, hát most is itt van az üzlet. Csak... Hát most is itt van az üzlet, csak 200 méterrel arrébb, és a satéleg. Kicsit másmilyen.
igen, aki először bejön, úgyhogy ezt nem ismeri, ezt az egész sneakert. Olyan volt, hogy bejött valaki, és nem tudta, hogy milyen boltba jön, és igen. Akkor, és akkor leesett az, az árakon? Szokott lenni, igen. Hogy itt állapot kell keresgélnünk, de tényleg. Tehát csak akkor beesik ide, hogy... Aha, és akkor megkérdezem, ennyi, akkor mondom erre mondjuk, hogy 105 000, és akkor tényleg ezt konkrétan nem hiszik el, aztán... De most nem, na, ezt nem mutatok olyan. Ez 105 000. Ez. Adidas Yeezy. Hát ez hogy néz ki? Brutál kényelmes, és ezt most írtó sokan vesznek, tényleg. Nyár miatt, papucs, cipője, hibrid, ez 165 000, tehát hogy ez mondjuk 220 000, 130 000. Tehát hogy ezek olyan limitált cipők, hogy méretenként különböznek az áraik. Tehát, hogy méretenként változnak az áraik. Azt nem mondod, hogy más a 42-es, mint a 38-as. De más. És van egy olyan applikáció, ami konkrétan egy cipőtőzsde, ahol tudod követni a cipőknek az árfolyamát. Hát ez nagyon durva, hogy cipőtőzsde. Egyesével cipőként és méretenként meg tudod nézni, hogy hogy változik az ára. Például van ez a cipő, amikor mondjuk megjelenik Nike oldalán hivatalosan 60-65 000 forintért, utána a másodlagos piacon az eladók újra értékesítik, mondjuk 80 000 forintért. Ez egy másfél éves megjelenés, most nagyjából 150-160-170 000 forintért lehet megvásárolni, és ez méretenként változik a 150 és 170 000 spektrumon. Tehát, hogy tényleg elképesztő. Tehát, hogy ez már csak befektetésnek is, nagyon sokan veszik befektetésnek. Amit tehát Balázs csinál, amellett persze, hogy kultikus régi darabokra vadászik, az, hogy igyekszik a nagy cipős cégek, főként az Adidas és a Nike által piacra dobott limitált szériás darabokat egyből megszerezni. Persze ez nem egyszerű, és hiába vett be akár olyan technológiákat is, mint a már említett licitáló szoftver, van amiről lemarad, ilyen esetben pedig jönnek a másodlagos beszerzések a másodlagos piacon eladóktól. Aki esetleg már feltette magának a kérdést, hogy hol van ebben az egészben a kunst, kissé üzletiesebben fogalmazva, van-e know-how, mint hozzáadott érték a konstrukcióban, annak lényegében itt a válasz. A másodlagos piacokon értékesített daraboknál nagyon könnyű már esetleges hamisítványokba belefutni, itt tehát egyrészt extrém fontosak a jól felépített és bejáratott beszerzési csatornák, de a cipők ismerete szó szerint a jó szimat is. Igen, ebben van egy nagy buktatófaktor, ami pedig az, hogy tényleg nagyon sok replika cipő van manapság így a piacon, viszont aki ért hozzá, az tényleg meg tudja ezekről mondani, még akkor is, ha egy nagyon jó hamisítvány, és azért már ezt 4 éve folyamatosan nézem. Hozták már neked kamut? Volt már olyan amúgy, igen. De amúgy a legfőbb részek egy cipőn, amiről meg lehet mondani, hogy kamu vagy nem, az például a varrások, de a legfőbb az a szag. Tehát egy replikánál nagyon érződik, egy sokkal ragasztósabb ilyen gagyibb illata van, mint egy eredetinek, illetve a minősége, a bőr minősége, hogy milyen puha a bőr. Ezekről amúgy meg lehet mondani a QR kódról, a size tagba és a címkéről a cipőn belül, a dobozról, azt is át lehet világítani ilyen UV lámpával, tehát hogy ezeket meg lehet mondani. És amúgy ez tényleg egy olyan buktató pont lehet, aki ezt így el akarja kezdeni, hogy mondjuk egyből belefut egy kamucipőbe, és utána tényleg több 100 000 forintot tud bukni. Miért? Tehát keresgéltem Jordaneket, a 100 000-t megtetszett. Igazából már voltam benne, most kezdtem már így ez iránt érdeklődni. És ami rajtad van, az micsoda? Ez a pollen. Jordan pollen. Amúgy, hogy valóban komoly piacról beszélünk, azt jól jelzi, hogy Balázs moderátorként benne van egy 75 000-es Facebook csoportban is, de a forgatás alatt is noha egy szimpla hétköznap délután volt, lényegében folyamatosan tele volt az üzlet. Köszönöm, sziasztok! Két fajta dolgot látunk a srácokkal, az egyik az, hogy tényleg nem számít az embernek, tehát hogy bejön és bármit megvesz, bármennyiért, vagy pedig tényleg olyan is van, hogy látjuk, hogy ezt összespórolta akár a család, vagy akár az adott ember, és abból veszi meg az állított sneakert. De volt egy érdekes sztori, hogy egy 10-11 éves srác az apukával bejött, és megvettek egy cipőt 2 millióért befektetésnek. Tehát hogy van, aki ezt egyből már így veszi. 1994-es Chicago, tehát ez 28 éves ez a cipő. Ez, azt kell tudni, hogy ez az első
egyik első Jordan színás, ami megjelent a Chicago, ez 1985-ben jelent meg. 84-ben hordta Michael Jordan a Chicago Bulls színeiben, és hát azért ez tényleg egy elég komoly darab, mert tényleg 28 éves és ahhoz képest brutál szép állapotban van. 2 millió forint. Ezt most vették meg pont, külön kellett beszereznünk egy srácnak. Igazából ez egy kollaboráció Travis Scott, az egy iszonyat híres amerikai rapper, Fragment, az egy márka, és a Nike közös, hát ilyen közös szerelemgyerek. Ami a legkülönlegesebb benne, az az, mint látszik, visszafordított teljesen a pipája. Én első cipőm, kis Adidas szammal. És ez most mennyi jelent önnek? Hát ez most jelenleg felbecsülhetetlen. Van olyan a piacon, amire így fáj a fogad, hogy ezt meg kéne még venni? Aha, most akarok egy vitrínbe egy cipőt. Uh-huh. Jordan Dior. Uh-huh. Dior Jordan 1, az most... És ezt miért nem tudod megvenni most? Meg fogom venni. Ára? De hogy még most nagyon drága, az mondjuk ilyen 4 millió. Cipő. Igen, cipő. És miért kell neked a vitrínbe, hogy ott álljon? Hát ez több dolog miatt is jó, egyrészt. Presztízs? Aha, presztízs, ez a legfőbb jelje. Hmm. Meg szerintem menni, hogy Magyarország egyik legdrágább cipője itt van, érted? Hmm. Na sziasztok srácok, lányok, tippeljétek meg, hogy a Nike tavaly ebből a cipőből, Nike Air Force Triple White mennyit adott el? Na sziasztok mindenki, aki ezt valaha fogja nézni ezt a videót. Na sziasztok srácok, lányom, kéz és lábtörés közepette megszereztük. Holnap fog nyílni a boltom, és újra elérhető nálunk ez a csodacipő. Remélem, jól fog sikerülni. Ez a cipő az ikonikus fehér-fekete Air Force lenne. Csomagoljuk a rendeléseket. Még bele kell tennem pár cipőbe a feladó szelvényeket. 12 millió darabot, az azt jelenti, hogy több, mint Magyarország és Erdély lakossága mindenki Air Force-ba járnak, örülhetetek. Te mennyire tippeltél? Balázst a TikTokon ismertem meg, egy Jordan 4 Military Blackért jöttem, 47-es méretbe, de az sajnos csak webshopon van. Nagy részt az üzlet, nagy részt az marketing. Tehát, hogy ez, na persze, persze. Az nagyon fontos tényleg. Tehát nem kereskedőnek, ma már, hogy is van? Tehát ma már nem elsősorban jó kereskedőnek kell lenni, annak is, de hogy így nagyon kell vágni a marketinget. Nagyon. Azt őszintén én úgy leszem észre, hogy ez 60-40. Marketing az 60. 40 a kereskedelem. Három év múlva, két év múlva idejövök forgatni, akkor mi, vagy nem idejövök már valószínűleg? Hát jó, az lenne a cél, hogy már nem ide, mert tényleg... És miért cél? Már nem fér ide be. Aha. Hát mindenféleképpen egy nagyobb üzlethelyiség, és a távoli cél meg, hogy... Több helyen. Egyrészt Magyarországon több helyen, több vidéki nagyvárosban, illetve különböző országokban, egy ilyen cipőlánc. Pont szünet van amúgy. Adtam persze. Aha, persze. Kedvezményt kaptak? Hogyne. Barátoknak jár a kedvezmény, csak már azt nem szeretem, hogy mindenki kedvezményt kér, akit egyszer köszöntem neki. Egy 20-as legalább. Biztos. 20-as? Kicsivel. Jó, akkor legyen 30. 30? 30 megveszed? Deal. Eladva a 2 milliós cipő 30 ezer. Tehát, hogy jön veled szembe valaki az utcán. Igen. Egyből a cipőt nézel? Nem feltétlen, de van, hogy tényleg azt nézem meg először. Van egy ilyen szállóige, hogy sneaker kontaktus először, szemkontaktus másodszor. Aha. Olyan még nem volt, hogy megveszem a cipőt? Hogy meg az utcán mondjuk? Hát, hogy valakinek. De volt már olyan. Hogy megejtette valakit, hogy... Aha, volt olyan, hogy megkérdeztem, hogy mondjuk ez nem eladó, és akkor... Így megbeszéltük, hogy ezt megbeszéljük így privát üzenetekben, meg mondtuk egymást Instáját, Facebookját, már így nem tudom, de... Így megkaptad a cipőt. Ja. De azért ügyes, nem? Ügyes. És hogy tanul? Jól. Leérettségizett. Sikeresen leérettségizett, sőt, eljött velünk az osztálykirándulásra. Nagyon kemény. A videóm a Balázs Kicks támogatásával készült.